Sziasztok, és köszöntelek titeket a Zsebi Baba csatornán. Én Zsófi vagyok, és ebben a videós sorozatban BLV-ről, vagy falatkás hozzátáplálásról fogunk beszélni. Annyi kérést kaptam, hogy csináljak egy videót a falatkás hozzátáplálásról, és rájöttem, hogy egyszerűen ez nem fog egy videóba beleférni, úgyhogy úgy gondoltam, hogy csinálok egy sorozatot, ahol összeszedem, hogy mi is ez a BLV, hogyan kezdtünk neki, mik az előnyei, stb. De mielőtt belekezdenénk az első részben, leszeretném szögezni, hogy ezek a videók anyától anyának szólnak. Tehát semmiképpen nem, mint baba hozzátáplálási szakértő beszélek itt, mert nem vagyok az. Természetgyógyász vagyok, akupunktőr, és egy 10 hónapos kislány anyukája, akivel 4,5 hónapja falatkásan hozzátáplálunk, és nagyon-nagyon szeretem, és nagyon szívesen beszélek róla nektek, és megosztom a tapasztalataimat. A másik pont, amit leszeretnék szögezni, hogy ez a videó semmiképpen nem a püré ellen szól. A legtöbb barátom, ismerősöm a családban is, szinte mindenki pürésen táplálta hozzá a gyerekét, és ezzel nincsen semmi baj. Ez a videó azoknak szól, akik ugyanúgy nyitottak arra, hogy a BLV-ről tanuljanak, érdekli őket, vagy esetleg, ahogy a mi esetünkben is, a gyerek dönt úgy, hogy ő BLV-zni akar, ugyanis nálunk a Maja volt egyértelműen, hogy neki kanál, biztos, hogy nem kell. Úgyhogy ez inkább egy információ átadás, egy informálódás, hogy mi is az a BLV. Tehát én abszolút nem vagyok püri ellenes, bizonyos esetekben nekem is van olyan betegem, ahol nagyon emésztési gondos egy kisfiú, tehát még örülnek a szülők, hogy eszik a gyerek, tehát például vele a BLV szóba se került, ők püréznek, ez tényleg inkább egy lehetőséget ad azoknak, hogy informálódjanak, akiket ez érdekli. Bocsánat, egy kicsit hadarok, be kellett ide jönnöm a klinikára, ugyanis csak itt tudok filmezni, mert otthon egyszerűen képtelenség Maja mellett lerakni a kamerát. Úgyhogy próbálom összeszedni a gondolataimat és minél több információt belesűríteni minden videóba. Úgyhogy kezdjük is azzal, hogy mi ez a BLV. A BLV azt jelenti, hogy Baby Led Weaning, azaz baba által irányított hozzátáplálás. Ennek én a legjobban a magyar verziójáként azt szeretem, hogy falatkás hozzátáplálás. Igazából ez azt jelenti, hogy a babát igény szerint tápláljuk hozzá, tehát a baba dönti el, hogy mikor, mit és mennyit szeretne enni. Én úgy gondolom, hogy az igény szerinti szoptatás után ez a következő lépés. Nálunk a Maja igény szerint volt szoptatva, és még mindig szoptatva is van, és én úgy gondolom, hogy érdekes lett volna, hogyha eddig akkor jött, és tépte a pólómat, és szeretett volna enni, amikor akart, és akkor hirtelen én azt mondom, hogy mostantól ebben az időben és az ebben az időben majd én kanállal adok neked ételeket. Tehát ez igényszerűség, tehát hogy a baba dönt, ő irányít, ez nekem nagyon tetszett az igény szerinti szoptatásban, és ezért nekünk egyértelmű volt, hogy ezzel fogjuk folytatni a hozzátáplálást. De miért nem csinálják ezt annyian, és miért nem ismert a falatkás hozzátáplálás annyira, főleg Magyarországon, de itt Svájcban, vagy Németországban, vagy bárhol is? És erre a szó, amit én nagyon-nagyon utálok, az, hogy szokás. Ez a szokás, ez egy annyira szörnyű dolog, mert hogyha én mindent az életben úgy csináltam volna, ahogy szokás, akkor nem lennék itt. És az a baj ezzel a szokással, hogy legtöbben utána se nézzünk, hogy mennyi ideje is szokás ez a pürés dolog. Ugyanis én nagyon sokszor megkapom, hogy miért kell itt újítgatni, miért kell itt BLV-zni, eddig is a püré volt a szokás, most mit kell itt bevezetni, egy új dolgot, ez most valamilyen trend, vagy mi? Hát nem, itt nem a falatkás hozzátáplálás az új dolog, hanem a püré. Nem tudom, hogy tudtátok-e, de pürés dolgok kb. Ugye az 1920-as évek óta léteznek, tehát 100 éve. Ha csak paraszti ésszel is belegondoltok,
nagyszüleink, vagy dédnagyszüleink, ahol volt 6-7-8 gyerek, ugyanis nem volt fogamzásgátlás, jöttek másfél-két évre egymás után a gyerekek, ne mondja nekem bárki azt, hogy az én dédnagyanyám 6-7 gyerek mellett ott állt a konyhába a Vitamixével, vagy a konyhai kis robotgépével, és ott pürésítette a répát, a krumplit, meg a húsit együtt össze Józsikának. Majd kikereste a hozzátáplálási táblázatból, hogy igen, a gyerek most 7 hónapos, akkor most már egy kis körtét is adhatunk emellé. Hát nem. A gyerekek azt tették, amit a család evett. Jobb esetben 6-7-8 hónapig szoptatva voltak, és utána szépen lassan bevezettek zöldséget, gyümölcsöt párolva, talán egy kicsit megfőve, de ugyanaz volt, tehát mondjuk, ha volt húsleves, vagy zöldségleves, vagy babgulyás, akkor abból oda kimeltek egy kicsit elé, aztán gyere, gyerekem, egyél, tehát nem volt itt külön pürézés, meg ez az. És csak azért szeretem elmondani, mert ugye annyian bele se gondolunk, hogy ez a nagy szokásunk, ez a pürés dolog, itt igazából ez az újítás. Hiszen az elmúlt 100 évben is a hozzátáplálási tanácsok annyit változtak, volt ahol, amikor már 2-3-4 hetesen ajánlották anyukáknak, hogy adjanak narancslevet, meg adjanak zöldségpürét a gyerekeknek, főleg a II. Világháború után, amikor ugye vissza kellett az anyáknak is menni dolgozni, hiszen munkaerőnek számítottak, és akkor bevezették ezeket a pürés dolgokat, hogy még könnyebb dolga legyen az anyának, ne kelljen főzicskézni, lehet pürét adni a gyereknek. De csak nagyon szerettem volna, hogy ezt tudjátok, hogy amikor döntést hoztok, hogy nem ti vagytok itt az úttörők azzal, hogy hagyjuk a nagy szokást, hanem igazából ti tértek vissza az eredeti gondolatra, hogy a gyerek eszik velünk, a gyerek azt teszi, amit mi a maga módján. És régebben is, hogyha az anyatej volt ugye mindig a nagy ajánlás, ott, ahol volt egy időszak, amikor az úri családokban nem illett szoptatni, akkor volt vet nurse, tehát egy másik anyuka, aki jött szoptatni a gyereket, illetve, hogyha nem volt teje az anyukának, akkor általában egy ilyen kis öntő dologból, mint a gravy, abból adtak ilyen kenyér, meg tojás, meg cukor, meg tej volt összekeverve, állatok tejét, például Ázsiában is, mi a neve, ide leírtam magamnak, congee-t adnak, ez rizs és víz összekeverve, tehát minden országban megvan ennek, ugye utána néztem, a visszamenő története, hogy sosem volt püré, tehát zöldség, gyümölcs, húsok, főzve, párolva, nyersen, attól függ, hogy ugye miről beszélünk, volt a gyereknek odarakva és evett a családdal együtt. Tehát ezt szeretném csak összegzésként elmondani, hogy ezért a BLV egy nem új dolog. Ha még részletesebben érdekelt titeket a BLV története, akkor nagyon ajánlom ezt a végül is a BLV bibliáját. Sajnos ez még magyarul nem létezik, tehát akik tudnak angolul vagy németül más nyelven létezik, nekik ajánlom ezt a könyvet, és a következő részben találkozunk.